befolyásolható gangster ember, aki megerőszakolt. Ennyi. Persze megérdemelni, hogy följelentsem, nem tudom, hogy megkapná most öregségére ezeket a hosszú éveket, börtönt, meg kártérítést is kérni tőle. De úgy döntöttem, hogy férhez mentem, új életet kezdtem, és leszartam a száját. És az a gyerek, akit szültem tőle, az is egy erőszakos gyerek. Erőszakos ember. Aki nem érti meg, meg értetlen. Egy szemét, aki a platformra az anyjáról ilyeneket beszél. A szemétláda. Mert az ő élete nem jól sikerült. És akkor ez a kuplunk, geci is, nekem ide írogat, nem tudom miken. Ki a geci vagy te? Kuplunként ide ne írjál semmit, mert én kiteszem magamat, mint kalapács, azt akkor fejbe baszlak. Ennyi, kalapáccsal. Hátulról. Bandinerből kapsz egyet. Kurva renked. Egy ismeretlen ember, egy youtuber, egy szarkeverő, mert ti vagytok azok a szarkeverők szerintem az én életemben. Megy itt a harc. Embereken. Megy a Szergin a harc. Jaj, mert a Szergei így, meg úgy, meg amúgy. Legalább a Szergei engem szeret, és sok embert szeret. Ő megmondta, a prostikat nem szereti. Ti meg azok vagytok, ezért nem kerel meg titeket, nem basz meg magyarul. Mert leginkább azóta állt rám, amióta én a Szergivel csináltam egy ilyen duettet, meg elaltattam, és akkor ugye fel is tették a YouTube-ra. Egy virtuális játék volt. Azóta valami vén kurva rám állt. Üdes vén kurva! Hagyjál engem békébe! Megértetted? Meg jó, hogy nem kellett a Szerginek az a felfuvalkodott büdös fejeddel. Akármilyen gazdag vagy, gyomor kell ahhoz, hogy téged bármelyik férfi is megtoheljen. Ezt üzenem neked. Mert te aztán tényleg az anyja lehetné bőven a Szergeinek, és megkívántad, vagy mi, amióta rám álltál? Úgy is tudom, hogy ki vagy te. Ez elfilm sorozat, kisanyám. Sziasztok. Ennyi. Utána oda ment ez a spátai űrrel, Moni kitette azt a nagy lötyöt, a csöcsit, kipolcozva a ruhákkal, vagy ne krumplit tette rá, vagy nem tudom mit. Hát miért jönnek ők 100 kilósan úgy videóban, hogy kipolcozzák a csöcsüket, azt még pillangók vannak rá rajzolva, meg mit, milyen rózsák, ilyen gusztustalan. Hát azt a szem, hogy kell, be kell menni egy kuperájba, azt ott kell kipolcozni a melleteket. Nekem is vannak melleim, véletlenül látható volt. Az is ott van a takar, hogy a forjúba. Én nem tehetem ki, mert nem teszem ki, de ő ellopta a videót áramból, és kidobta. Én tudom, hogy amikor egy embert megirigyelnek, hogy akkor mennyire ki kell csinálni. Mert az irigység az egy nagyon nagy betegség, amit ti műveltek itt ellenem. Mert ez csak az irigységből, a féltékenységből akad. Így van. És akkor ott van az a csodatevő, és hogy jaj, de én mennyit ordítok, ott ül mellette a 12 éves lánya. Ne üljön mellette a 12 éves lánya, ha ő beülne egy olyan élő videóban, ahol ordít 3 nő, meg 4, és hallgatja a gyerek azt a szörnyű beszédet.
Mert senki ne legyen büszke, hogy ott ül a gyermeke mellette, és közben úgy videózik, mert tilos és nem szabad. A gyereket olyankor biztonságba kell tenni, és utána kell bekacsatlakozni egy veszek. Ennyi. Azokkal is találkozott a elsőszülött, majd lefenyítette őket, majd alántett. Minden barátnőmre ráír, lefenyíti őket, alántesz. Úgyhogy most már tudjuk, hogy ki csinálja. Ennyi. Állandó konkurenciának érzi a saját édesanyját. Erről van szó. Én nem vagyok kurva, én nem baszok a gyerekeim után. Ennyit üzenek, jó? Van másik megoldás, nem kell ide jönnöd, és ide irkálni áloldallal. És mindenki azt csinál, amit akar itt a TikTokon. Üvöltözik, kiabál, csúnyán beszél. Azok föltelmes dolgok. Általában nem szoktam üvöltözni csak úgy magamtól. Csak akkor, hogyha bármilyen szemétséget kitaláltok rám. Van, amikor az ember néha-néha letolja a másikat. Főleg azt a büdös Varga Irént, aki olyanokat beszél rólam, meg beszélt rólam, hogy a hajam az égnek áll. Hogy a drága Irénkém, a karriered eddig tartott. Még élvezd ki addig, amíg a rendőrségtől nem kapsz egy papírt, hogy jönnöd kell. Jó? Meg neked is, Ramon, én ez. Nagyon dugjátok össze a fejeteket, hogy mit csináltok. Meg neked is, akinek nem akarom kimondani a nevét többé. Ennyi. Meg Varga Gina. Meg lakatos Matél. Nem vagy te francia állampolgár, hogy ott téged nem találnak meg, és nem húznak téged haza. Úgyhogy össze van írva a nevetek, hogy kik leszek feljelentve. Majd legközelebb meggondoljátok, hogy kivel vagytok ilyen erőszakosak. És hogy kinek tesztek fel hirdetéseket. Na meg Patrik, neked, meg Armond, neked. Felhívom a figyelmedet. Arra, hogy készüljetek fel ti is erre a tárgyalásra. Nem szeretnék játszani, köszönöm a meghívást. Azért már ilyen sok rohadt buzi, meg sok rohadt kurva összefog ellenem. Akik itt vannak a TikTokon, ki tisztelet a kivétel, és akkor kicsinálják az életemet, erkölcsömet, a barátaimat, a haverjaimat, azért ez már nagyon furcsa. Nagyon furcsa. Ez a TikTok az enyém is, nem csak a tiétek. Ugyanúgy én is fizetek ezért. És M-Linkből jövök élőben. Azért, hogy jól érezzem magam, beszélgessek, mert ha nem jövök, akkor már ugye itt van 3-4 olyan ember, aki szeret engem, a többi nem. Az a 40 nem is ismer, meg még azok sem, az a 4 sem. De azért szeretünk beszélgetni. Na de az, hogy ti belém álljatok, mert érvényesülni akartok jobban, mint én, lehúzzátok az imidzsemet, a beszédemet, a sminkemet, a hajformátumomat, mindent, csak próbálkoztok. Bévérettával nem bírtok, mert én létezem, vagyok, léteztem, és én bele leszek írva abba a könyvbe, hogy én letettem Magyarország felé olyan műsorokat, amiket ti nem. Na, ennyivel vagyok különb.